fenyegettem már önöket azzal, hogy a bemutatás az nem korlátozódik egyetlen mondatra, névre és funkcióra, hanem egy pici háttérre is, hogy aztán amit ezek a hölgyek és urak mondanak, azokat jobban el tudjuk helyezni. Előtte azonban egy idézetet szeretnék elmondani, hogyha önök úgy gondolják, hogy hát túl sok volt ez egyszerre, amit láttak és hallottak. Nem csak önök vannak ezzel így. Egy nagyon kedves kollégámat, Martos Gábort szeretném idézni, aki a blogjában azt írta, miután megnézte a filmet, hogy adódik a kérdés. Vajon többet tudunk-e a film megnézése után a műkereskedelem világáról, mint amennyit előtte tudtunk? A válaszom rá, igen, sokkal. És akkor vajon most már jobban is értjük ezt a világot? Aligha. Három beszélgető társaim, akivel mégiscsak megpróbáljuk kicsit jobban érteni ezt a világot. Kellen Anna, a Virág Judit Galéria művészettörténésze, akinek a részvételének nem csak azért örülök nagyon, mert most már tudom, hogy ő adta a címet ennek a filmnek, vagy legalábbis egyik szülőanyja volt, de ami miatt ennél sokkal jobban örültem neki, hiszen itt azért kortárs művészetről és kortárs műkereskedelemről beszélgetünk, hogy mindannyiunkban elevenen él annak a néhány nappal ezelőtti aukciónak az emléke, ami a Virág Judit Galéria történetének első kifejezetten kortárs profilú aukciója volt, és amennek, ha szerényen most tiltakozol is ellene, Anna, mégiscsak te voltál az arca, és nem csak a nagyszerű levezetője. És hát, mint bizonyára önök tudják, ezen az árverésen valóban kicsit új dimenzióba emelkedtek azért a magyar kortárs képzőművészek itthoni árai. Nem ilyen egy licit lépcsős árjavításokról volt szó, hanem tényleg a klasszikus, élő klasszikusaink nem ritkán 3-4-szeresét realizálták annak az árnak, amit korábban el tudtak érni, akár magyarországi, akár külföldi árveréseken. De azért hozzá kell tenni, hogy ez nem a semmiből jött, mert a Virág Judit Galéria már akkor is, amikor még nagyon erőteljesen a modern művészetre, a klasszikus modern művészetre koncentrált, már fölállította a Magyarországon eladott legdrágább élő művész alkotása címet, a Reig Judit egyik képének a tavalyi árverésen elért 65 millió forintos árával. Fertőszögi Péter, aki jelen pillanatban a BÁV művészeti igazgatója, és talán ennek a beszélgetésnek a szempontjából az sem érdektelen, hogy ő korábban is dolgozott már a BÁV-nál, méghozzá akkor a BÁV kortárs galériájának a vezetőjeként, ami az egyik első intézmény volt Magyarországon, amely kifejezetten ezzel a profillal működött, és abban a 15 évben pedig, ami az ő két bávos ténykedése között zajlott, a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány kuratóriumának az elnöke volt, és ez volt az az alapítvány, amelyik létrehozta a Kolgárt kortárs képzőművészeti gyűjteményét, azaz a Péternek a műkereskedelmi oldalon szerzett tapasztalatai mellett igen gazdag tapasztalatai vannak az intézményi műgyűjtésben is. Ezt azért is hangsúlyozom, mert ebben a kerekasztalban most erősebb a műkereskedői részvétel, miközben még a filmben is láttuk, itt értelemszerűen a gyűjtők is azok közé tartoznak, akiknek nagyon komoly befolyásuk van, vagy lehet arra, hogy hogyan alakulnak a dolgok a művészeti szénában. És végül, de nem utolsó sorban természetesen, Maklári Kálmán, az egyik legsikeresebb kortárs galerista, a Kálmán Maklári Fine Arts tulajdonosa a Frank Miksa utcában, amit önök bizonyára jól ismernek, és most valószínűleg neki kellett a legrövidebb utat megtenni ahhoz, hogy ide jöjjön erre a beszélgetésre, mert ahogy ez az előszóban elhangzott Szegő úr részéről, pillanatnyilag éppen Rockenbauer Zoltánnal együtt a Fiedler Ferenc kiállítás előkészítésén dolgoznak itt. Egy emelettel följebb társkurátori minőségben van ő ebben jelen. És azért róla még el kell mondani azt is, hogy azokat a magyar művészeket, vagy magyar származású művészeket, akiknek a neve itt ma már a beszélgetés előtt elhangzott, nevezetesen Hantai Simont és Reigl Juditot, itthon az itthoni műkereskedelemben Kálmán képviseli. És ő még egy módon is kapcsolódik ehhez a filmhez, nevezetesen az a
úgy gondolom, hogy nagyon jó ötletük támadt a film megtekintése után, hogy szerveznek egy olyan kiállítást, ahol részben a filmben szereplő művészeket, Kunsztól Kondóig mutatják be, részben a magyarországi legeket, Rejgli Judittól Moholy Nagy Lászlóig, és ezek között a művészek között jó néhányan voltak olyanok, akik most először voltak láthatóak nyilvános magyarországi kiállításon. Tehát úgy gondolom, hogy beszélgetésünk mindhárom résztvevőjének vagy közvetlen köze is van ahhoz, amit eddig láttunk, vagy pedig véleménye mindenképpen. Na most moziból, ha két ember kijön, akkor általában azt a kérdést szokta föltenni egymásnak a kabát fölvétele közben, hogy na, hogy tetszett. Én tudom, hogy ez nem egy borzasztó eredeti kérdés, de mégis ezzel szeretném én is kezdeni a beszélgetést, de hogy ne legyen olyan egyszerű a feladatotok, azért itt természetesen indoklást is szeretnék kérni, tehát nem csak az igen, a nagyon, a kicsit és borzasztó volt válaszokat szeretném, hanem azt is, hogyha ezt egy kicsit megindokolnátok. Kitérve arra is, hogy amit láttunk, az a globális piac, aminek azért egészen mások a nagyságrendjei, mint a hazainak, tehát nullákat kell levágni, hogy tényleg csak nullákat kell levágni, és egyébként pedig hasonló a helyzet, hasonlóak a mechanizmusok nálunk is, vagy pedig azt mondjátok, hogy esetleg ez egy egészen más világ, és ha itthoni dolgokról beszélünk, akkor felejtsük el, amit a filmben láttunk. Én is most már hallom, és jó estét, és köszönjük szépen, hogy eljöttek. Szerintem ez egy fantasztikus film, én remélem, hogy ezzel önök is egyetértettek. Én is most már harmadik alkalommal néztem meg. Ami nekem különösen tetszik benne, hogy nagyon kiegyensúlyozott, teljesen pártatlan, tulajdonképpen a rendezőnek a véleményét szerintem nem is tudjuk megfejteni, vagy egyáltalán csak gondolni arra, hogy ő hol foglal állást ebben. És tényleg nagyon fajsúlyos szereplők jelentek meg a művészeti világ vagy piac minden egyes oldaláról. A kritikusok, a műkereskedők, a művészek, nagyon komoly szereplők, mindenki, akit ott láttunk, és mindemellett ez egy nagyon izgalmas és nagyon pörgős film volt, úgyhogy én bizonyos időközönként ezt szívesen megnézem újra és újra. Nekem egyébként az én kedvenc szereplőm a Sotheby's-es hölgye, Amy Cappelletto, szerintem fantasztikus őszintességgel és energiával adja át mindazt, amit egyébként egy kereskedőnek tudnia kell. Jó estét kívánok! Hát én máshogy indultam ennek a filmnek, én az első 20 perc után kikapcsoltam, mert kicsit álszennek tartottam az egészet, főleg amikor Gerhard Richter arról beszélt, hogy túl drágák a képei, hogy múzeumokba kerülhessenek. Tehát egy... Tessék? Akkor adja oda. Hát nagyon egyszerű dolga lenne. Szóval én ezt a filmet nem néztem, meg utána később meg kellett nézzem, mert a feleségem szervezeti kiállítást, ahol öt George Kondo kép volt kiállítva, Andy Warholtól voltak eredeti nyomatok, Lichtenstein, szóval ez az amerikai pop-artos vonalból egy jó pár művész, és hát akkor meg kellett néznem. Egyébként nagyon érdekes, de ez tényleg be is enged látni az egész mögé, és nem is. Tehát én hiányoltam a filmből, hogy a négy nagy galériásból, mondjuk Gagosian, vagy David Sphere-nél, vagy a Pace galériából nem volt ott senki. Mary Boom volt például. De ez nagyon érdekes világ. Ez az egész, ez a műkereskedés, hogy kialakult. Tehát igazából most nem akarom rosszul mondani, de kicsiben visszamentünk két héttel ezelőtt, 1973-ban, akkor volt a Rabeszkolnak a gyűjtemény először aukción, ahol a kortársakat, a klasszikus amerikai, főleg amerikai pop-artos művészeket, a minimalistákat, a polokéktól kezdve, tehát ez az amerikai háború utáni absztrakt művészeket mutatták, és ott volt az, hogy körülbelül 200-250 ezer dollárt fektetett az egész gyűjteményben, és több mint 2 millió dollárt hozott. Tehát ez volt az áttörés, ami most kicsit kisebb országban máshogy, de megtörtént két hete, vagy másfél hete itt a kongresszusi központban is, és nagyon jó volt látni az, hogy tehát vannak bizonyos trendek, és tudta mindenki, aki a szakmában van, a gyűjtők is, hogy el fogunk ide érkezni valamikor, amikor akár Kesőről, akár Nádler, meg sorolhatnám, akár Konok Tamástól kezdve egy csomó olyan művész, aki a 60-as, 70-es években alkotott, és kimagasló életművők van, hogy Magyarországon át kell, hogy vegye ez a szerepet a elfogyóban lévő, egyre drágább 20. századi modernista vagy más művészektől. Szóval nagyon érdekes volt számomra ez a film ebből a szempontból is. Hát erről biztos fogunk beszélni, ez egy elég furcsa világ.
olyan összegek szerepelnek benne, ami elképzelhetetlen. De hát ez a művészeti piac már csak ilyen. Tehát, hogy az ember végigkövet egy New York-i elverést, hihetetlen dolgokat lát, és egy idő után, egy-két év múlva látja, hogy ugyanazok a művészek hova jutnak esetleg. Tehát nagyon érdekes. Azt mondtad, Kálmán, hogy bepillantást is enged, meg nem is a kulisszák mögé, olyan félig enged, félig nem. Érdekelt a műkereskedelem abban, hogy jobban bepillanthassunk a kulisszák mögé? Hát én úgy gondolom, hogy ez egy teljesen átlátható dolog kéne, hogy legyen. Tehát ahogy a film is elhangzott, hogy az elsősorban az árakat az növeli, vagy az motiválja, hogy mi a kereslet-kínálat viszony. Ez a kereslet-kínálat viszony, ez nagyon sokszor manipulálható olyan a szempontból a kereskedők által is, és a kereskedő dolga lenne az, nem a művészé, hogy a művész menedzselje, kiállításokat szervezzen, múzeumokba helyezzen el képeket, kiadványokat, életműkatalógusokat készítsen. Tehát a műkereskedő abszolút ezt próbálja befolyásolni, már a művész szempontjából pozitív irányba, de hát azért ez egy nagyon összetett dolog. Nagyon sok művész van, és nagyon kevés olyan intézmény ahhoz képest, vagy olyan galéria, aki azt a minőségi ugrást meg tudja adni a művésznek a piacon, ami igazából meg tud akár abszolút megítéléseket is változtatni. Tehát olyan művészek, mint Larry Poons, akik sokáig elfelejtettek, és utána a figyelem középpontjába tud megint kerülni. Igen, bocsánat csak, hogyha még erre reflektáltok a kérdésedre, hogy meg itt nagyon sok mindent mosunk össze, tehát egy aukció az, ami elvileg transzparensnek hivatott lenni, hiszen ott látjuk az árakat, de egy galéria, ami mondjuk kortárs művészeket képvisel, és bizományos jeladásból él, tehát ott nem ismerjük az árakat, és a rejtélyeknek, meg ennek a misztikumnak, ami körberengi a művészeti piacot, ez az alapja, hogy nagyon sok olyan eladás van, aminek nem ismerjük az árait. Talán az segíthet ebben, hogy ez világméretű trend, és Magyarországon is megfigyelhető, hogy kezdenek egy picit elmosódni a határok a galéria és az aukciós ház között. Ugye galériák is tartanak aukciókat, itt most magyar példákat mondok, ismert példákat, a Missionárt csinálta ezt ide egy ideig, jelenleg a Godó csinálja. Árverőházak is, a Philips ebben például elég aktív, beszállnak a művészek felépítésébe, ami egyébként a galériáknak a dolga lenne. És akkor nem beszélve ugye a privát szélszről, ami azért nálatok is van, tehát egy árverőházban sem csak nyilvános és átlátható, mindenki számára követhető keretek között kerülnek értékesítésre művek. Mit jelent szerinted az százalékban kifejezve a kortárs művészet számára, hogy hazánk vezető árverőháza olyan döntést hozott, hogy intenzívebben foglalkozik kortárs művészettel? Van-e ennek már önmagában árnövelő jelentősége? Vagy Kálmánnak a kérdést úgy tehetni, ezt a kérdést egyébként Péternek is föl tudom tenni, hogy az, hogy egyes művészek jól láthatóan rendszeresen szerepelnek most a BÁV kortárs árverésein, ez mit jelent az adott művészek számára? Illetve Kálmán, nálad a kérdés ugyanaz, hogyha egy művész bekerül az istállódba. Mert ugye olyan híred van, hogy akik nálad vannak, azoknak szárnyal az áruk. Az önmagában jelent már valamit? Hát az, hogy szárnyaljonaknak az ára, az sok összetevője van. Tehát az, hogy hozzám bekerül, az nem elég, ezzel dolgozni kell. Tehát az, hogy a művész egy életművet akár létrehozott, ez az elsődleges dolog, és ez egy jó minőség legyen. Utána az, hogy az ember ezt próbálja minél nagyobb közönség felé nemzetközileg eljutatni, az a munka része. De hát ez elég nehéz, hát Magyarországon, tehát nekünk egy kicsit van annyiban más a helyzetünk, hogy mi az első pillanattól fogva nemzetközileg elég sokat mozgunk, tehát évente több artferen vagyunk, akár Londonban, vagy Párizsban, Brüsszelben minden évben, és emellett még máshova is, tehát ott mutatjuk a művészeinket, hogy esetleg külföldi múzeum, hogy kurátorok felfigyeljenek rá, vagy a külföldi gyűjtők. Tehát mi próbálunk nemzetközileg jobban mozogni, de sajnos már a galériáknak a presztízse, vagy a nem is tudom, tehát a galériába járás az már nem olyan divatos, mint régebben volt. Tehát ha 30 évvel ezelőttről beszélünk, akkor egy aukció mondjuk New Yorkba vagy Londonba nem voltak gyűjtők. Kereskedők voltak, ők vásároltak, és a gyűjtők általában galériába vásároltak. Amikor ennek több oka van. Tehát, szóval főleg kereskedők vásároltak, ez teljesen megfordult. Tehát most már van olyan,
hogy művészek már aukciós háznak dolgoznak. Tehát olyan galériába be se kerül a kép, hanem egyből aukciókra megy. Tehát a piacon, most a nemzetközi műtárgy piacon a legjelentősebb, amire a legjobban figyelnek egyrészt az aukciók, a top aukciós házak, a másik pedig az artferek. Amikor akár Bázel, de nagyon sok artfer van, a Maastricht-i Tefaf, tehát ahol van 100 galéria, 200-500 galéria, attól függ, hogy milyen vásárra megyünk, és akkor ott a legjobb galériák a legjobb anyagokat viszik, mert azt szeretnék, hogyha a legjobb gyűjtőket tudnánk megfogni. Tehát a legtöbb gyűjtő már galériákban nagyon ritkán megy. Tehát azért van az, hogy nagyon sok kollégám London vagy Párizsban, hiába van az adott városban a galériája, abban a városban megy artfelekre és állít ki, mert ott találkozik ő is csak a gyűjtőkkel már szinte, vagy aukciókon. Én is szeretettel köszöntöm Önöket. Visszatérek az első kérdésre. A film maga nekem is tetszett, de meg kell mondjam, hogy azon túl, hogy egy nagyon jól felépített film és egy nagyon izgalmas világot mutat, hát ez a nagypálya, kispálya kategória a mi világunkba, az itthoni világba és a kinti világba. Annak is azt gondolom, hogy a legtetejét mutatja be. Egy olyan top világot, amihez nekünk itt talán mindannyian alig van rálátásunk, vagy nagyon kevés rálátásunk van, és nagyon keveseknek van komoly rálátása. De nyilván ott ezekhez a társadalmi, szociális, anyagi és minden egyéb feltételek megfelelően megvannak. Az egy más kérdés, hogy ma mondjuk a világ műkereskedelme mennyire ezt a világot hozza, vagy például mennyire megy el az online és más típusú kereskedelmi formák felé. Én azt gondolom, hogy ez, amit itt láttunk, ez nagyjából a habatortán, de a nagy szegmens az biztos, hogy a jövőben más lesz. De ahogy a Kálmán is mondta, nagyon-nagyon sok minden változik. Én részese voltam a 2000-es évek legelején az első kortárs árveléseknek Magyarországon. Báv kezdte el annak idején, és aztán a Báv is hagyta abba, és talán most valahogy azt érezzük, hogy az árverezőházak nem csak a Virág Judit Galéria, hanem a tavaly már a Báv is újra felveszi ezt a fonalat. Akkor ott a 90-es évek legvégén, 2000-es évek elején ez egy teljes újdonság volt, hogy kortárs művek bekerülnek, és ahogy Péter mondta, örültünk, ha egy vagy két licit lépcsőt fölment. A legnagyobb problémának például akkor azt tartottuk, hogy voltak galériás árak, sokkal erőteljesebben a kortárs művészet a galériákhoz fűződött. A művészek elértek a galériákon keresztül bizonyos árszínvonalat, amit azért pontosan ellenőrizni nehéz volt, de azért volt egy transzparenciája. Akkor még az internet nagyobb hiányában a kettős árképzés is nyugodtan működött, tehát Németországban, Hollandiában más volt az ár, mint Magyarországon. Jobban el lehetett adni, és ottani gyűjtőknek kevésbé volt lehetőségük ellenőrizni. És sok esetben az árveréseket azért nem szerették a művészek, mert levertük az áraikat szoros értelmében. Hát körülbelül 60%-ról indítottuk, és ha egy vagy két licit lépcsőt fölment, vagy kikiáltási áron elment, az rosszabb volt, mert nem érte el azt, amit egyébként a galériákba fizettek. Most viszont azt látjuk, hogy bizonyos szituációban, mint két héttel ezelőtt, az árverezőházak csinálják az árakat, és remélhetőleg ehhez fognak tudni alkalmazkodni a galériák, mint amit a filmen is láttunk. De én azt gondolom, hogy ennek van egy alapvető változása. Sokkal erőteljesebb kapcsolódnék ahhoz, amit Kálmán mondott. Fogynak a klasszikus képek, ez az egyik oka. Sokkal erőteljesebben fordul a világ a kortárs felé, és nekem van egy más meglátásom is. Jön egy olyan generáció, gyakorlatilag 35 alatt nem is nagyon érdeklődik a klasszikus művészet iránt. Annak van egy része a nagyon avantgárd, vagy nagyon olyan, ami olyan fiatalos színekkel gazdag egyéb, de én például azt tapasztalom olyan aukciós háznál, vagy olyan műkereskedelemben dolgozva, ami foglalkozik a régivel, hogy nem nagyon akarnak a gyűjtők 19. századot venni, a fiatalok egyáltalán nem akarnak 19. századot venni. Ellenben meggyőződésem, hogy a kortárs, és én úgy mondom, hogy a klasszikus kortárs, tehát azért a 60-as, 70-es évek művészete,
az az elkövetkezendő évtizedben drasztikus felértékelődés előtt áll. Alapvetően e felé fognak menni a fiatalok szerintem. És talán tegyük hozzá, hogy ez nem egy teljesen új jelenség, hiszen a két világháború közötti időszakban a nagy, az akkori korszak nagy magyar gyűjtőinek jelentős része kortársat gyűjtött. Akkori, a saját kortársait, akik persze ma már klasszikusnak, klasszikus modernnek számítanak. Anna, mielőtt magadhoz ragadnád a szót, annak mi az oka, hogy ilyen fázis eltolódás van a nemzetközi és a magyar piac között, hiszen látjuk, hogy a nemzetközi piacon már az ezredforduló óta zajlik, sőt, most már inkább lecsengőben van ez az őrült kortárs boom, míg nálunk talán most kezdődik. Hát egyébként én nézegettem pont, hogy mikor kerültek be mondjuk a top 10-es legdrágább eladások közé ezek az úgynevezett klasszikus kortársok, és olyan nagy lemaradásban nem vagyunk, mert az első ilyen igazán nagy, mondjuk ilyen 80 millió dollár fölötti összeget úgy 2006-7 környékén érték el a Warhol és generációja. Most ez körülbelül 10 pár éves lemaradást jelent nálunk. De még bocsánat, csak még amit a Péter meg Kálmán elmondott, amit én mind maximálisan egyetértek, de van még egy nagyon fontos tény, azt, hogy miért fordul, miért kezd el a kortárs ilyen jelentőségben egy műkereskedelemben, és az az, hogy a nemzetközi figyelem irányult a magyar kortársakra, tehát azt ne felejtsük el, hogy a Tétben Maurer Dóra kiállítás van, hogy a Pompidou Nádler Istvánt vásárol, hogy a New Yorki Met Keserű Ilonát vásárol, tehát kanonizálódtak ezek a magyar művészek, és ez még egy nagyon fontos szempont szerintem. Most miközben mi itt ugye abba bízunk, hogy ezek az árak a következő években növekedni fognak a nemzetközi piacon, és ezt valaki szó szerint meg is fogalmazta, úgy mondta, hogy mindenki tudja, ráadásul ezzel nyomatékosította, mindenki tudja, hogy szakadék felé sodródunk, és nagyon sokan beszélnek arról, hogy ez egy lufi, ami ki fog pukkadni, és vannak is olyan sztárművészek, a Damien Hirstit név szerint is szégyenpadra került, akinek az árai már csökkenő tendenciát mutatnak. Szóval lufi vagy nem lufi? Ez Jeff Costner is előfordult, tehát ő már egy mélyponton túl van, amikor leestek az árai, nem nagyon vásárolták, és utána visszajött. Tehát az, hogy lufi, tehát hogyha van egy olyan gazdasági krízisi világban, szerintem az Apple részvények is le fognak esni. Valószínű, hogy az első csokat fognak élni, akkor a befektetők. Hát az előbb, amikor szó volt arról, hogy a külföldön a magyar művészek és most már kanonizálódnak. Hát persze, tehát ez egy nagyon jó dolog, de most már elér az is Magyarországra, hogy itt hát egyrészt változik az ízlés. Tehát az emberek már nem a Biedermeier bútorokat veszik, hanem design modern bútorokat. Levegősebb lakásokat szeretnének, és ahhoz a modernebb művészet, akár az absztrakt, hábontán absztrakt, vagy a kortársak is jobban mennek. Kortárs művészetet lehet, hogy 15 évvel, 20 évvel ezelőtt még Magyarországon, amikor az ember elment egy művész műtermébe, és hozzá tudott jutni, akkor aukció nem lehetett úgy eladni, mert az emberek úgy gondolták szerintem Magyarországon, hogy elmegyek a művészhez és megveszem. De éppen most fog kijönni egy új könyvünk a Műgyűjtők címmel, és abban Kovács Lajos annak ide elmondta, hogy amikor ő nyitotta a galériáját, és ezt a generációnak a műveit kereste, az ipartervesekét. Például adott fel újságba hirdetést arra, hogy ilyen műveket vásároljon, és talán egy Frey Krisztiánt tudott venni, semmi mást. És kiderült, hogy azért nem, mert a művészeknél voltak ezek a munkák, nem tudták eladni, el volt rakva valahol hátra a műterembe, és sokkal olcsóbban adták, mint az akkori munkáikat, mert ezt úgy élték meg, hogy ez nem nagyon ment, hogy ez nem egy jó széria. De ezek most már elkoptak, és a művészek nem tudnak vásárolni, tehát vagy galériába tudnak, vagy aukció, hogyha egy különösebb jó darab előjön, akkor viszont azért harcolnak. És még azt hozzátenném, hogy Magyarországon is elkezdődött az a kicsit szemléletváltás. Itt mindig kevés volt a gyűjtő. A régi rendszerben főleg az értelmiség gyűjtött kevés pénzért, de akkor tudtak vásárolni. Ma már azért olcsón jó minőségű munkát nagyon nehéz vásárolni, de hát mindig lehet, csak előtte kell járni a divatnak egy kicsit. De ma már nagyon sok mindenki befektetésből vásárol. És ez mindenféleképpen a kortárs felé fogja elvinni, mert ha tetszik, ha nem, a műtárgy vásárlás ez egy nagyon jó befektetés forma lehet. Erre a befektetésre szeretnék rákérdezni, mert a filmben is sokan erről, mint teljesen normális dologról beszélnek. Itthon még, mintha ciki lenne még mindig, hogyha valaki úgymond nem gyűjtői szenvedélyből, vagy a nemzeti kulturális örökség megmentésének és megőrzésének nem egy szándékától vezéreltetve gyűjtene, hanem egész egyszerűen pénzügyi megfontolásokból. Baj ez tényleg?
Én nekem volt egy olyan tapasztalatom, nem ciki, tehát hogy mondjam, a kettőnek együtt kell, hogy mozogjon. Tehát én nagyon szeretem azokat a gyűjtőket, akik nem csak befektetésből vásárolnak, hanem meg azt hiszem mindannyian. Tehát azokkal a gyűjtőkkel a legjobb dolgozni, akkor érzi az ember a legjobban magát, ha mi egy picit művészettörténészek is lehetünk, és tudjuk, hogy szépet közvetítünk, jót közvetítünk, stb. Annak idején galériát vezettem, és gyakori kérdés volt, amikor bejött valaki, hogy mondjam meg, legyenek olyan kedves, hogy melyiket vegye meg, hogyha egy év múlva eladja, akkor duplán tudjon kiszállni. Erre mindig azt válaszoltam, hogy ön szerint, ha ezt én tudnám, akkor pont itt lennék most ebben a pillanatban. Mert a kortárs az mindig is hosszú távú befektetés. Tehát a kortársnál egyet nem szabad elfelejteni, hogy ha valaki jól választ, és valaki jó szemmel választ, akkor is várnia kell adott esetben, nem akarom nevesíteni, de félek, hogy 10-15 évet, hogy utána komoly pénzzel tudjon kiszállni belőle. És a Magyarországon én ezt a fajta türelmet még kevéssé látom, egyébként régebben sem volt annyira, vagy nem volt annyira jellemző. A BÁV árverései hosszú-hosszú időre visszamenőleg mutatják ezt. Csak egy személyes példát szeretnék elmondani, még egy egészen más árverező háznál dolgoztam fiatal művészettörténészként, amikor 7-ben, 8-ba árvereztünk egy Munkácsi képet. Csak az attitűdöt szeretném mondani, amelyet 1961-ben árvereztek előtte a BÁV-nál. És 61-ben ezért 40 ezer forinttal indult, annyin ütötték le, 48 ezer forintot fizettek ki. Kiszámoltam, hogy ez akkor körülbelül egy pedagógusnak 5 évi keresete volt, ez a Munkácsi kép. Amikor 98-ban 22 millió forinttal leütötték, 26-ot kifizettek érte, ez akkor egy pedagógusnak durván 25 évi keresete volt, 20-25 évi. Tehát ha így nézem, akkor egy nagyon jó befektetés volt. De megnéztem azt, hogy ugyanazon az árverésen, a régi BÁV árverések névsor szerint voltak felsorolva kép nélkül, Abanovákkal kezdődött, Zicsivel végződött, és 120 kép közül volt 25 védett, tehát elképesztő műtárgyak voltak. Ha ugyanezt a 40 ezer plusz százalék pénzt, az az ember, aki kifizette ezért a tuti biztos munkácsiért a pénzt, olyan alkotók műveire költi, akik akkor kortársak, vagy éppen meghaltak voltak, mondok ilyeneket, Márfi Ödön, még bizonyos értelemben Abanovák, Szőnyi, sorolhatnám, akkor 15 alkotást tudott volna rajta venni, és ha ugyanazt árverezzük 98-ba, akkor körülbelül 150 millió forintot kapott volna a 15 alkotásért. Tehát ha így nézem a befektetést, akkor sokkal jobban megéri a kortárs. És én azt gondolom, hogy ez lehet azon túl, hogy divattá válik, egy nagyon nagy jövője az új befektetői rétegek számára. De egyébként, tehát nagyon felgyorsult a mai világunk, és én 7-8 évvel ezelőtt Koreában voltam, egy Art Frank állítottam ki a művészeimet, és ott a Koreában legfontos, 5-6 legfontosabb olyan művész, aki még nagy öreg volt, mint most itthon például a Nadler. Nekik a képeik ilyen 50 és 100 ezer euró között nagyon jó képeket, nagyméretű képeket lehetett venni. 4-5 év múlva láttam, hogy a Sotheby Hongkongnál ezek a művészek már mind 1 millió dollár felett mentek el. 6-7 évvel ezelőtt egy New York-i árverésen vettem valamit, és volt egy csomó Kazuo Shiraga nevezetű japán művész, aki Párizsban is dolgozott, 50-es évek, háború utáni absztrakt. Érdekes képek, nem a kedvencem, csak feltűnt, hogy kb. 20 alkotás volt az aukción. 30-40 ezer dollár volt mindegyik becsülve. Mindegyik 300 ezer dollár felett ment el. És a mai nap egy komolyabb Kazuo Shiraga, az már több millió euró. Tehát valamikor 2-3-4 év alatt is óriási ugrást tudnak csinálni bizonyos művészek. Ha már említetted Dél-Koreát, akkor nem tudom megállni, hogy ne kérdezzem meg, hogy a te szemed hogy akadt meg a dél-koreai művészeken, mert ezt talán nem mindenki tudja, de a Hantai, a Reigl, más külföldön élő magyar származású művészek mellett a Kálmán egyik profiljának egyik fontos eleme a kortárs koreai képzőművészet. Hát egy ebédeltem Párizsba a Palettben, és egy barátommal, aki mondta, hogy csinálj egy kis pici kiállítást egy koreai művészlánynak,
akit senki nem ismer, egy lakásba a Plasz Vendomnál, hogy menjek már el, adott egy meghívót, és hát megígért, hogy elmegyek. Én ritkán járok kiállításokra, mert nem szerettem a megnyitó körületi felhajtást, de hogy másnap utaztam vissza, elmentem, és annyira megtetszett, hogy vettem 4 képet magamnak. Nem voltak drágák, az 1 méteres képek körülbelül 1000 euró volt. Kicsit különleges volt, dekonstruálta a festményeket, tehát a festékrétegeket, vitt fel és azokat visszakaparta, ami egy kicsit rokon akár a Juditnak is, vagy a Hantainak is az 50-es évekbeli munkáival. És felajánlottam a művésznek, hogy van egy galériám, hogyha érdekelni, akkor szívesen csinálok neki egy kiállítást, amit 2 hónap után meg is csináltunk. És hát ahogy vittem külföldre mutogatni, ez a fiatal lány így berobbant teljesen a köztudatba, volt olyan arcfel, hogy 62 munkát adtunk el tőle. Többször kellett után szállítani egy olyan felre, ahol vetting van, tehát hogyha a zsűrizés meg volt, nem is lehet behozni semmit. Hát most már sok galéria dolgozik vele, de neki például az ára ilyen 5-6-szorosára mentek 4-5 év alatt. És a korai művészek teljesen máshonnan közelítik meg az egész dolgot. Mint egy manufaktúra csinálják a képeiket, mindig különböző, de nagyon lehet rá számolni, és nagyon dekoratívak. És ami még nagy különbség Nyugat-Európa és mondjuk Magyarország között, hogy Nyugat-Európában egy átlag ember is simán vásárol kortárs festményeket, és ő nem úgy fogja fel, hogy én most pénzt elköltök, nem a bankba rakja a pénzét, hanem vesz egy kortárs műalkotást. És tudja, hogy ott, hogyha jót választ, akkor jó helyen van a pénz, esetleg több is lehet még belőle, de ott tényleg, tehát az idős 80 éves hölgyek vannak klienseim, 18 éves fiatalok. Tehát a társadalom széles rétege, tehát ebben részt vesz. Nem ilyen szinten, mint persze a filmben, de ez az ilyen 10-20 ezer euró között, ők szívesen áldoznak, hogy a lakásukban legyen olyan műalkotás, amire szívesen néznek rá, színes, és feldobja az egész milliót. Az árakról kéne kicsit beszélnünk, mert tulajdonképpen mindenkit ez izgat, hogy miért kerül X ennyibe és Y annyiba, és honnan lesznek ezek a csillagászati árak. És azt hiszem, hogy a filmben egy elég pontos válasz erre a Sotheby's-t képviselő hölgynek a szájából elhangzott, egy picit rövidítve, de a lényeg ennek a válasznak az volt, mármint hogy milyen tényezőktől függ az ár, a minőség, triviális, a ritkaság, triviális, és most jön az érdekesség, a széna mértékadó szereplőinek konszenzusa arról, hogy az adott mű valóban különleges érték. Szóval hogyan alakul ki ez a kánoncsináló kör? Mi kell egy galériának, mi kell egy árverőháznak, mi kell egy műgyűjtőnek ahhoz, hogy ebbe a körbe be tudjon kerülni? A műgyűjtővel kapcsolatban egyébként egy nagyon érdekes válasz erre elhangzott valakinek a szájából, aki azt mondta, azt hiszem, hogy ez a nagyon idős 90 éves gyűjtő volt az, hát elképesztő kollekció. Van, hogy egyszer valami irracionálisan sok pénzt adott ki egy festményért, és erről mindenki elkezdett beszélni. Én most érthető okokból nem fogok példát mondani, nekem most hirtelen eszembe jutott egy kortárs magyar gyűjtő, aki ugyancsak úgy vált, vagy kezd éppen e napokban mértékadó gyűjtővé válni, hogy irracionálisan sok pénzt adott ki egy árverésen, egyébként nem nálatok, egy kortárs magyar művésznek az alkotásáért. Szóval hogyan lehet, kikből áll ez a kör, és hogyan alakul ki egy konszenzus ezek körül az emberek között. Még egy idézetet mondanék, ami ehhez a témához kapcsolódik a filmben, ugye, hogy a művészet világában kevés a vezető és sok a követő. Nyilvánvalóan azok a vezetők, akik bekerülnek ebbe a körbe. Hát én ezt még kiegészíteném mindazzal, hogy a minőség mellett a marketing és a mítosz. Tehát, hogy ezek is nagyon-nagyon fontos tényezők. Egyébként az a Stephanie Adlis, akit említettél, ő is elhunyt már egy pár héttel ezelőtt, igen, úgyhogy még ezt is. Sok minden változott a pár hónappal ezelőtti film bemutatóhoz képest, úgyhogy ezen ajánlottuk. Hogy szólt még a kérdésed? Bocsánat. Szóval, hogy ez a kör, ez hogyan alakul ki? Szóval mi kell ahhoz, hogy elfogadjunk valakit, hogy ő egy vezető? Hogyha ő ezt árulja, vagy hogyha ő ezt gyűjti, vagy hogyha ő ezt kiállítja, akkor ez egy olyan szempont a mi számunkra is, hogy
Hát ezen legalábbis érdemes elgondolkodni. Tudván azt persze, hogy csak akkor szabad vásárolnunk, ha tetszik is nekünk, meg nem csak befektetés, meg minden egyéb, de mégis ez egy orientációs pont. Hogy alakul ki ez a kör? Mi kell ehhez, hogy ide bekerüljön az ember? Szerintem a konszenzus egyébként egy fontos megfogalma, egy alapos megfogalmazás volt, de megint itt tehát hogy nagyon sok mindenről beszélünk, mert az aukció az már egy másodlagos piac, tehát az már azt jelenti, hogy egy műtárgy az már egyszer kikerült a piacra, az elsődleges piacok a kortárs galériák, ezek az úgynevezett art fairek, amikről nem tudom, hogy a kedves közönség egyébként tisztában van vele, de ezek nagyon-nagyon komoly szakmai zsűri dönti el, hogy egyáltalán milyen galéria kerülhet ki egy art fairre, egy nemzetközi art fairre. Ebből van mondjuk 8-10-12, ami az ilyen igazán top art fair, ez az Art Basel, meg mondjuk még néhány, tehát vannak még ilyen nagyon jelentősek, vannak ilyen regionális art fairek. Hogyha ezekre kikerülnek az adott művek, és mondjuk bekerülnek nagy presztízsű magángyűjteménybe, az maga után vonja azt, hogy egyre több publikáció születik róluk, egyre több reprodukció születik a képekről, és akkor itt szépen lassan már aztán átszivároghatnak az úgynevezett másodlagos piacra, tehát az aukciókra is. Nyilván fontos, hogy neves kurátorok legyenek ezeken jelen, és kapcsolódjanak a művészekhez. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon sok szereplős és sok tényezős piac. Hát az is nagyon sokat számít, hogy ki az a, melyik az a galéria, aki mondjuk menedzsel a művészt. Tehát emlékszem, hogy 2005-ben, még Hantai Simon halála előtt, volt egy olyan képe, ahol egy piros, 2x2 méteres durván egy nagyon szép pliázs. MA4 volt a neve. Tudni kell, hogy ebből a szériából 18 képet csinál csak a művész. Két év, 60 és 62 között, tehát ezekben ezek a nagy méretűek, nagyon szépek egyébként, de nagyon ritkák. Ez akkor 2005-ben egy párizsi galériás ismerősöm vette meg, mindenki felhőkölt, hogy lehet ilyen sokat fizetni egy élő művészért, Hantai. Ezt a képet visszarakták a piacra, ugyanúgy a Sotheby-nél pontosan 10 év után, amikor 4,5 millió euróért ment el, ugyanaz a kép. És például pont Hantainál van az, hogy Hantai halála után, Hantai nem szerette a műkereskedőket, egyébként nagyon lojális művész volt, egy kereskedője volt egész életében, és halála után nagyon-nagyon jó nevű galériák kezdték kiállítani. Londonban is, meg New Yorkban is. Tehát próbálták az amerikai piacra bevinni. Hát ez egy pár évig harcoltak a galériák, de például pont idén, egy pár hónappal ezelőtt, most egy hónapja nyílt körülbelül a Larry Gagosiannak a Párizs galériájába egy Hantai kiállítás, és Gagosian tényleg az a megmondó ember, az a top galériás, amiből 3-4 van a világon, aki, hogyha ő elkezd egy művész promotálni, egyébként Jeff Koons galériása, meg nagyon fontos művészek vannak nála, onnantól mindenki oda figyel rá, és tehát ez, ha a Gagosian képviseli a Hantai családot és a Hantai esztétet, akkor biztos, hogy itt árnövekedés lesz, és az emberek elkezdik vásárolni, hogy még jó időbe vegyék. Tehát már ez tolja fel az árat. Hogyha övön aluli a kérdés nálad, mióta Gagosiannál van Hantai, mennyivel drágábbak a képei? Hát igazából a legfontosabb képem ott vannak kiállítva, úgyhogy nem nagyon tudom, de... Igen, mert hogy beszállítottál a kiállításra. Igen, kértek tőlünk is 4 képet. Hát majd ezt meglátjuk, de biztos vagyok benne, hogy egy ilyen szintű galériás nagyon nagy hatással tud lenni a piacra. Egyébként az ő mentora Krausz Leo volt, akit Leo Castelli néven ismert meg a világ, Trieste-ben született. Ő volt az a galériás, hogy 49-ben nyitott a galériát New Yorkba, aki először elkezdett az absztrakt expresszionistákkal is, és a később a poppartal, az amerikai minimalistákkal foglalkozni, és ő volt az, aki nagyon megváltoztatta a piacot, és hát Mary Boone-nak meg Larry Gagosiannak is a mentora volt. Volt is szó a Castelliről a filmben is. Ő egy meghatározó szereplő volt ebben. Elhangzott a filmben az a mondat, hogy a legdrágább művész a legjobb művésze. Ez egy szerintem nagyon fontos mondat. Én külön választanám saját véleményemnél a magánembert, meg azt, amiben dolgozom. Amiben dolgozom, abban pénzt kell csinálni, és abban ki kell használni azokat a marketing és mindenféle lehetőséget, amivel pénzt lehet csinálni. Ezt tetszik, nem tetszik, ki kell mondani. Maga, és ez a világ, ez az art business,
art market, ez azért alapvetően így működik, egyre komolyabb szerepet játszik benne a marketing, nagyon-nagyon nem elhanyagolható, borzasztó fontos az, hogy ki hova kerül, borzasztó fontos, hogy kinek mekkora szerencséje van, észreveszik-e vagy nem, felkarolják-e vagy nem. Hozzáteszem, azért régen is így volt, de most ez szerintem az ezredfordulóval, az internettel, a social médiával, a lájkvadászattal és minden egyébbel felgyorsult. Ma influencerek vannak, és az influencerek nullákat tudnak hozzátenni ugyanazokhoz a művekhez, ugyanazokhoz a szituációkhoz. Ott nem a mű értéke az, ami több lesz, a kvalitása, hanem az a hype, ami körülötte van. Ez az art business. A másik oldalon nyilván a kortárs művészetnél, a kortárs gyűjtésnél, és nekem ez egy nagyon-nagyon fontos szempont. Tehát amikor ezt az idős gyűjtőt néztük engem, nem azért, én nem azt csodáltam benne elsősorban, hogy milyen drága alkotásai vannak, hanem azt a gyűjtői attitűdöt, ahogy ezt csinálta. Azt, hogy mindennek helye volt. Hogy nem úgy gyűjtött, hogy sok pénzem van, valószínűleg sok pénze volt, hiszen aki ki tudta adni ezeket az összegeket, annak azért van. De ő nem azért vette meg, mert pénze volt, és nem azért rakta egymás mellé ezeket a dolgokat, hanem azért, mert ő nagyon sokat, ott nagyon-nagyon komoly kritériumoknak kellett megfelelni, hogy valami oda abba a gyűjteménybe bekerüljön bárkitől. Nekem ez volt a legizgalmasabb, és ha a magyar nagy gyűjtőket megnézem, vagy a kortárs gyűjtőket is, számomra a legvonzóbbak azok, akiknek van véleményük, akik a műveket keresik, és nem az árakat keresik, fontos természetesen a befektetés, de akik valamit a gyűjteményükkel létre akarnak hozni, és nem csak vagyont akarnak felhalmozni. És ha így nézzük, akkor ez már nem az art business része. Nekem tavaly volt egy nagyon érdekes élményem, ami londoni galériában nyitottam meg egy olasz művésznek egy kiállítását, és egy Chelsea-be 100 méterrel volt mellette a Sacsinak a galériája. És ott elmondták a galériások, hogy vannak Sacsi és vannak az influencerek, akik csinálják a show műsort, ők nem galériások, mondták a londoniak. Az a galéria, annak a tulajdonosa a Sotheby-nek vezette, vagy a Christie's-nek, már meg nem mondom, a grafikai osztályát 25 éven keresztül, és utána csinált egy kortárs galériát. És vannak azok, akik csinálják a galériás munkát, azt a fajta galériás munkát, ami több évszázadra megy vissza, és amit a Kálmán is csinál, és amit itt nagyon sokan Magyarországon is a maguk módján, mint művészethez értő, mint kvalitásos, nagyon jó alkotókat kereső, de nem elsősorban a divatot vagy ezt majmoló emberek. És ott teljesen markánsan szétválasztották az értéket. Ez természetesen nem fogja befolyásolni az art business-t. Mi azért itt az art business krémjét néztük, és a hatalmas árpufogtatást, ami el is hangzott, benne van a visszamenetel lehetősége, és benne van annak a lehetősége, hogy ezek azért nem biztos, hogy minden esetben tartható dolgok lesznek. Érdekesen indítottad a válaszodat szétválasztva a bizniszment és a magángyűjtőt. Ez most nem lett volna témája a mai beszélgetésnek, de ez a válasz megnyugtató azok számára, akiket zavar, hogyha a műkereskedő egyúttal műgyűjtő is, mert ugye az a tévhitél, hogy lefölözi a kínálatot és a legjobb bocsánat, művek. Én életemben egyetlen egy műalkotást sem vettem, úgyhogy én most abban a szerepben vagyok, aki valóban csak műkereskedőként dolgozott, vagy műgyűjtő a tekintetben voltam, hogy alapítványnak vagy más embernek. Tehát én nem is éreztem soha azt, hogy ebbe én... Ha attól féltem mindig, hogy nem tudom a szubjektumot félretenni. De tény igaz, hogy én nem így gondolom. Nagy külföldi gyűjtőkkel is beszélgettem, akik műkereskedők is, és egybehangzóan azt állítják, hogy a gyűjteményük a kereskedésben visszamaradt művekből jött létre, mert hogy ők előre látták a korukat és a gyűjtőik nem. Hát ez egy válasz, amit illik adni egy újságírói kérdésre. Én ezt értem, de a két dolog minden esetre szétválasztható. Azt mondjátok meg, hogy miért van az, hogy a közvéleményben
és ezt valaki elég sarkosan megfogalmazza, amikor azt mondja, hogy a műkereskedelem egy teljesen kifordított perverz világ. Hogy van a közvéleményben, és ez nem tagadható, hogy itthon is érzékelhető, egyfajta ellenszenv a széna minden szereplőjével szemben, tehát nem csak a műkereskedőkkel szemben, hanem történetesen a műgyűjtőkkel szemben is. Hát lehet, hogy a múzeumi kurátorokkal szemben nem. Ennek nyilván az egyik oka az, hogy ezek gazdagok, ugye ezt a dolgot így szoktuk elintézni, miközben tudjuk, hogy egy jó gyűjtemény létrehozásához nem feltétlenül kell sok pénz, de van-e ennek szerintetek más oka is? Van-e valamilyen tudatos törekvés esetleg a széna szereplői részére, hogy ezt a közhangulatot megfordítsák? Én ezt külföldön akkor tapasztaltam nagyon jól, amikor a Beltraki ügyel egy hamisítási ügyel foglalkoztam, hogy a közvélemény szinte lovaggá ütötte a Beltrakit, mondván, hogy Ludas Matyi, ugye, aki a Döbrögi uron háromszor veri re, és aki igazságot szolgáltat, és rámutat arra, hogy a szakértők milyen felületesek, és így tovább, és így tovább. Szóval szinte nemzeti hős lett belőle, miközben a bíróság 6 év szabadságvesztésre ítélte. Tehát a pozitívabb image, miért olyan az image, amilyen, és mit lehet egy pozitívabb image érdekében tenni, ha lehet egyáltalán? Igen, hát valószínűleg, ahol ennyi pénz forog kockán, vagy ennyi az mindenképpen megosztó a társadalom számára, vagy a kívülállók számára, tényleg érthetetlen lehet sokszor, hogy meghökkentő árak születhetnek. Én azt látom, testközelből ismerve azért a hazai top gyűjtőket, és hogy azért a gyűjtők mindegyike az koncepciózusan és szisztematikusan gyűjt, és szenvedélyből gyűjt, és a gyűjtőknek egy nagyon fontos, tehát nagyon szép dolog az, amit a Richter is mondott, hogy múzeumba kellene, hogy kerüljenek a művei, de a múzeumok az egy sokkal lassabban, sokkal bürokratikusabban működő intézmények, nagyon fontosak a értékmegőrzés szempontjából, meg a legitimáció szempontjából, de a gyűjtők azok, akik viszont frissen és azonnal tudnak reagálni a kortárs irányzatok, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy aztán ezek a művészek megmaradjanak a köztudatba. Tehát ha a hazai nagy gyűjtőket nézzük, mondjuk a 50-es, 60-as, vagy 50-es nem, de mondjuk akik a 60-as, 70-es években, mondjuk Kolozsvári Ernő, akinek köszönhető mondjuk az Európai Iskola, a művészeinek a nagyjából megmentése. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos dolgot végeznek a műgyűjtők, és ez szerintem nincsen elég jól kommunikálva egyébként. És akkor most csak, bocsánat, csak egy zárójelben még, hogy egyébként a Jeff Koons jelenség az egy nagyon-nagyon érdekes jelenség, és remélem, hogy majd még esetleg később szóba kerülhet. De hát az szerintem ma már egy művésznek ez sajnos, vagy nem tetszik, vagy nem, de ezzel szembe kell nézni, hogy kell valami pluszt is nyújtani, amiben hát ő a mester, ő a zseni ebben a mítosz kreálásban. Most talán a Banksy az, aki más árszínvonalon és egészen más, számomra egyébként sokkal szimpatikusabb módszerekkel, de gőzerővel dolgozik ugyanezen. Igen, meg van még egy Brian Donnelly az, aki ugyanilyen felfújja, ilyen műanyag figurákat csinál, és ő is már 10 millió dollár fölötti összegeket fizetnek az ő tárgyaiért, de ő is még tud azért a kánonba is bekerülni. Neki egy figurája egyébként föltűnt, nem volt nevesítve, de föltűnt a pénzben, a filmben. Én egyébként ezt a múzeumba vagy műgyűjtőhöz vitát egy picit mesterségesnek tartom, abban az értelemben, hogy az idők folyamán is konszenzusosan a legnagyobbak közé kerülő művek döntő többsége előbb vagy utóbb, lehet, hogy 80 és 100 év múlva, de előbb vagy utóbb a múzeumokban landol, mint ahogy erre láttunk példát, ugye, ennek a hatalmas adománynak a részeként. Hát azért Amerikában az inkább ilyen adóleórás. Most teljesen mindegy, hogy ezt nem csak filantróp szándékok vezetik. A közönség szempontjából ez azt jelenti, hogy a múzeumban ott van, és ez egy nagyon okos megoldás, amit ők most választottak, hogy 25 évet ígértek neki. Itt örök elkötelezettséget a mai gyorsan változó világban nyilván nem lehet. Meg be se tartják. Meg nyilvánvalóan be se tartják, ebből vannak aztán a perek, és akkor megint az ügyvédek járnak jól, de ez most már egy más kérdés. Hát ebben a filmben tényleg a jéghegy csúcsát láttuk, tehát ilyen elszédítő számokat. Nem tudom, például egy olyan művész, aki most kezdi a pályáját, vagy akár 80 éves, és soha nem volt komerciális sikere, ő mit érez, vagy megnézi egyáltalán. De egy igazi művésznek az anyagi
most nem Jeff Koonsról beszélek elsősorban, vagy Damien Hirstről, de például Rej Juditnál 80 évesen elmúltam, amikor találkoztam vele. Nem azt mondom, hogy rettentő szegénységben él, de majdnem. Tehát és őt ez sose érdekelte, ő csak a saját művészete, semmi más. Visszatérve a galériások felé, az ellenszervre, ez talán a szakmától is jön, hogy a múzeum emberek sokáig lekezelték a galériások, hogy ők csak a pénz miatt vannak benne, ami nem igaz, és én úgy gondolom, hogy a múzeumokban mi van, ki van állítva, az először mindig galériában volt kiállítva. Szerintem a galériák sokkal hatékonyabbak, és sokkal, hát nagyon komoly munkákat tudnak csinálni, amit közintézményekben nem csinálnak meg, vagy csak akkor, hogy már valakinek tényleg neve van. Tehát visszatérve a filmre, hogy ezek az összegek, én biztos vagyok benne, mert tudom, tehát Budapesten is vannak olyan művészek, akik 70-80 évesek, nagyon-nagyon fontos életművel, és komoly művet lehet tőlük venni 2-300 ezer forint körül is. Tehát itt, hogyha az ember érdeklődik és keresi, nem csak galériákba, de szétnéz, tehát lehet venni olyan művészeket, ami biztos, hogy sokkal több lesz valamikor, hogyha lesz egy olyan galéria vagy egy intézmény, ami mögé áll. Tehát én mindig azt mondom a gyűjtőknek, mert drágán pálkitót vásárolni, az nem egy nagy kunszt, hogy igazából a divatot nem követni kell, nem csinálni. De mondjuk egy galériásnak egyszerűbb, aki ebben benne van, egy gyűjtőnek nem olyan egyszerű, de azért erre is vannak most már példák. Tehát pont a Tétmodernben vannak olyan magyar gyűjtők bent, akik próbálják, mint gyűjtők, formálni a megítélését magyar művészeknek, a Pompidou-ba is. Persze, tehát most az, hogy az egyik legfontosabb kiállítás most a világon, absztrakt kiállítás, ami a MoMA-ban van, ahol Keserű Renának is van, művel Rej Juditnak is. Szóval ezek mind nagyon fontos dolgok, és szóval a gyűjtéshez nem csak pénz kell, jó szem kell hozzá, jó ízlés és elkötelezettség. Tehát olcsón is lehet jó dolgokat vásárolni. Amit a Kálmán mondott, én az maximálisan csatlakoznék, és egy 30 év távlatából, még a 80-as évek végén tanultam a művészettörténetet, és én felelősségem teljes tudatába kimerem jelenteni, hogy a magyarországi galériások és az aukciós házak, azok bizonyos értelemben átírták a magyar művészetet, nagyon pozitívan. Tehát olyan dolgokat hoztak felszínre, amire a korábbi állami vagy múzeumi keretek nem is gondoltak. Megvan az, amiben nagyjából szocializálódunk, de a bátorság, a kezdeményezőkészség, az új dolgok észrevétele, egyáltalán olyan tendenciák, amelyek régebben abszolút el voltak nyomva, vagy nem csak el voltak nyomva, nem foglalkoztak vele. Fiatal művészettörténészként a Belvárosi Aukciós Házban az ország akkor egyik legnagyobb gyűjtője mellett dolgoztam, Kovács Dezsőnek hívták, fantasztikus gyűjteménnyel, és abban a kivételezett helyzetben voltam, hogy hetente kétszer dolgozhattam vele fönt a hegyen a lakása a gyűjteményénél, és amikor megebédeltünk, mert mindig kaptam ebédet, akkor utána olyan nagyon nem akar tovább dolgozni egy ideig, és akkor mesélt nekem. És akkor mesélte, hogy folyt a műgyűjtés a 60-as években. És csak egy érdekes szituációt mondok. A 60-as, 70-es években mondjuk egy Seiber Hugo, vagy egy Schönberger Armand műve, az nem kerülhetett árverésre. Kihúzott egy képet, és emlékszem Vasarinak egy gyönyörű alkotása volt, azt mondja, jé, ezt amikor vettem, emlékszem, hogy kaptam ajándékba még két Seibert. Ezek a pult alatt voltak csomagolópapíron. Stb. Nagyon sok tekintetben a Virág Judit Galéria, Gézelba Galéria, a Nagyházi Galéria, a magángyűjtők, és ugyanezt csinálja most a Kálmán a kortárs művészetben, átírták a magyar művészet történetet, a magyar festészet történetet alapvetően, felszínre hozva olyan alkotókat, olyan izmusokat, olyan egyebeket, amelyek nem voltak. Egy gyarmati Tihamérről nem lehetett beszélni. A Báve első kortárs aukcióján a címlapon volt, emlékszem, egy nagyon szép alkotása az 50-es évekből, és akkor, szerintem valahol akkor fordult elő, hogy azt hiszem 2.400.000 vagy 2.600.000 forintért ment el az a címlapkép. Az akkor egy olyan nagy ugrás volt, mint ami most volt a Nadler esetében. Tehát arra úgy felhördültek, és utána az aukciókra egyre gyakrabban került be a gyarmati, de egyáltalán bekerült a köztudatba. Tehát a műkereskedelem szerintem sokkal dinamikusabban
írja, és sokkal reálisabban írja a művészettörténetet, mint azt a múzeumok teszik. És befolyásolja is, tehát pont a nem melyik aukcióján például volt egy rozsda kép, ami azért az elváltat felett ment el, egy korai kép. Azóta volt pár rozsda aukción, egy Amerikában, most volt egy Párizsban. Ami Párizsban, ami volt, hasonló időszakból, mint ami náluk volt, 2-3 ezer eurós esztimációval 24 ezer euróért ment el. Tehát most egy csomó ember felfigyelt pont az aukció miatt erre a művészre, és nyomja fel az árakat most már külföldön is. De például most Párizsban lesz egy aukció, ahol keserűen állnak is lesz 60-80 ezer euróért, a Tazsánnál egy képe, ilyen esztimáció, és a Nádlának is lesz egy 50-70 ezer euróért, amit mondjuk 3-4 évvel ezelőtt még elképzelhetetlen volt. Hogy ezt bevállalja egy külföldi aukcióshoz. És még, bocsánat, csak még kiegészítésként, hogy ezeknek a magas áraknak pedig még egy olyan hozadéka is van, hogy elővarázsolnak olyan eddig ismeretlen gyűjteményekből ismeretlen remek műveket, amiket korábban nem ismertünk, akár például a tengeren túlról is. Olyan művészeknek, olyan korszakából, olyan múzeumi jelentőségű alkotásait, amik egyébként nem kerültek volna elő, hogyha ezek a művészek az aukciókon nem érnek el ilyen magas leütési árakat, amely már nyugat-európai vagy amerikai mércével nézve is magas árnak számít. Kortárs szektorban is van már erre szerinted esély? Mert hogy például a nyolcak munkái ugye rendszeresen jönnek Amerikából hozzátok haza, azt tudjuk. Igen, Kádár Béla is. Kádár Béla is, mint legutóbb, igen, láthattuk. Azt azért nem szabad elfelejteni, hogy... Igen. Mi most azt gondoljuk, hogy ez most egy mérföldkő, egy viszonyítási pont. Innentől kezdve ezek az árak világosak, a kortársnál is. És most már, hogyha azt mondjuk, hogy egy Nádler István kerülhet, mondjuk, tehát nem science fiction ezek az árak, amik idáig az voltak. És hogyha azt mondjuk, hogy egy Nádler István kerüljön mondjuk 30 millió forintba, van egy viszonyítási pont, és meg tudjuk mutatni, vagy egy Rozsda Endre ennyibe, meg tudjuk mutatni, hogy igen, ezek ennyiért keltek el, és ezek valóban elő fogják hozni. Ugye a Nádlert magángyűjtő vette meg. Igen. Mert az klasszikusan az a kép, aminek múzeumban lenne a helye, csak hát a múzeumok nem tudnak ilyen árszinten vásárolni, legfeljebb Renoir-t és Van Dyck. Persze ez ahhoz kell, hogy ezektől a művészektől kiemelkedő, az életművel kiemelkedő darabok jöjjenek elő. Tehát most nem azt jelenti, hogy minden Nádler ennyi lesz, igen, persze, vagy minden rozsda, de pont a virágjújtnál azért ez már egy tendencia, egy pár évre visszamenőleg, hogy a külföldi magyarokat, akár rozsdát, tehát én már nagyon szépeket láttam náluk aukciókon, amik külföldről kerültek haza. És látszik, hogy kezd beépülni a magyar köztudatba, holott én is 15 éve mutatom rozsdát, de én főleg Amerikába adom el. És most már, szóval jó darabok kellenek, és ezek jönnek elő, pont ezek az árak előhívják. És igazad van, és a közönség elég érett is ma már. Nekem az például tetszett, nektek nyilvánvalóan nem, hogy ugyanazon az árverésen, ahol a Nádler ezt az őrületes rekordot felállította, volt olyan Nádler, ami nem kelt el. Tehát nem visz automatikusan magával minden. Minőség. És ez tehát nagyon fontos, hogy ezek a művészek el lettek felejtve, de nagyon nagy jó minőséget csináltak. Tehát én csináltam több művészszerű összeállítást, hogy ki mondjuk a nyugat-európai vagy amerikai hasonló művész. Tehát Rozsdánál például Riopel csinált hasonló képeket, lehet, hogy még Rozsda kicsivel hamarabb is csinálta, meg jobb is szerintem, de mondjuk Riopelnél azért ott van, hogy 2-3 millió dollár simán lehet. Azt azért nem szabad elfelejteni, hogy ahogy beszéltünk arról, hogy csökken az olló, vagy csökken a távolság a külföld és a magyar viszonylatok között, de azért itt borzasztó nagy szerepe van az elmúlt évtizedben az internetnek, és annak, hogy ha két héttel ezelőtt Budapesten születik egy ár, ahogy a Kálmán is mondja, az befolyásolhat a világ más pontján már árakat, mert a tudás, az információ olyan szinten up-to-date mindenki számára, hogy gyakorlatilag megpróbál kiegyenlítődni. Azért 20 évvel ezelőtt az egy műkereskedőnek nagyon jól meg lehet élni például abból, hogy Párizsban vagy Franciaországban vadászni a munkácsi képeket és hozni haza. Vagy az Egyesült Államokban, vagy máshol azokat, amelyek kurensek, és hozni haza, mert kb. 95 óta azért a magyar művész, ha nem világnagyságról van szó, tehát most egy Moholiról vagy egyebekről, akkor azért igaz az, hogy a saját hazájában volt a legdrágább. De most már ez is egy kiegyenlítődés. Tehát ezekkel a dolgokkal
párhuzamosan is, azt kell, hogy mondjam, hogy évről évre, vagy szinte már hétről hétre változik a megítélése és az árszínvonala egy-egy művésznek. Az időnk az lassan a végéhez közeledik, de nem szeretném, hogyha önökre csak a passzív hallgató szerepe hárulna, úgyhogy ha akár bárkihez név szerint, akár így a társasághoz együtt bármilyen kérdése vagy észrevétele van, akkor arra még nagyon szívesen válaszolunk. Ha nincs ilyen, akkor egy utolsó kérdés még valamennyi ötökhöz, hogy eddigi pályátok tapasztalatai alapján, és hozzátéve ennek a filmnek a tapasztalatait, milyen tanácsokkal látnátok el azokat, akik vagy most adják a fejüket gyűjtésre, vagy pedig a gyűjteményük továbbfejlesztésén gondolkodnak. Vásároljanak a McLaren Kálmán Fine Arts-nál, a Báv Kortárs árverésén és a Virággyűjt Galéria árverésén, ez természetes, és ezt szívből ajánlhatjuk, és ezen túlmenően. Én azt mondom, ne vásároljon senki egyből semmit. Minél több kiáltásra, ne, hogyha lehetővé tudja tenni azt, hogy külföldi, akár arcfelek, akár hát Bécs az elég közel van, és fantasztikus kiáltások vannak. Tehát az egész vizuális kultúránk az elmúlt 40 évben egy kicsit kiesett az egész világ, mondjuk, tehát mi történt mondjuk Amerikában. Most már azért ez kezd bepótolódni. De hát látni kell. Tehát, hogyha az ember minél több képet lát, egy ilyen vizuális könyvtár kezd a felébe felépülni. És egy idő után máshogy látja a dolgokat. Tehát minden gyűjtő a legelső pár kép, amit vásárolt, azt valószínű, hogy eldugja és nem mutogatja senkinek. Tehát ez egy fejleszthető dolog, sokat kell látni. És csak akkor kell vásárolni, amikor úgy gondolja, hogy enélkül nem. Tehát ez egy szenvedély, tehát én is gyűjtök, tehát ez nem csak a pénzről szól. Az, hogy én a hobbimból tudok most már megélni, az egy égi áldás és ajándék, de ez egy szenvedély. Tehát, hogyha az ember vonzódik ehhez, akkor menjen, nézzen körül, nem kell vásárolni egyből. Tehát az ember elmegy egy múzeumban megnézni egy kiállítást, ott sem azért megy el, hogy vásároljon, hanem csak, hogy esztétikai élményben legyen része. És nem kell félni a galériáktól, be lehet menni. Nálunk se az az elsődleges dolog, hogy ráugrunk valakire, hogy vegyen képet, mert nekünk a vevőink nagy része nem is magyar. Tehát éppen az, hogy külföldön mozgunk. Tehát mi sokszor örülünk, hogy egy olyan művész mutatunk be, mint most például volt egy keltesünk, Vera Brand, nagyon-nagyon jó művész, szinte semmi ára nincsen, és érdemes ezeket a művészeket felfedezni és megnézni, és utána lehet utána nézni, most már az interneten elég egyszerű, de lehet találni itt kincseket még. Igen, tájékozódjon, tanuljon, az kulcsfontosságú, és tényleg csak utána lehet elkezdeni, de minden gyűjtőnek ez, szerintem ez a legfontosabb, hogy ezt egy koncepciót alakítson ki, és tanuljon, és olvasson, és csak utána. Igen, ezt valaki nagyon szépen megfogalmazta a beszélgetés résztvevői közül, hogy egy kicsit azért a fülünkre is figyeljünk oda, de aztán a szemünkkel vásároljunk. Én ugyanezt tudom mondani, tehát ugyanazt, hogy minél többet ismerjen meg, minél többet tanuljon, a lelkére hallgasson, tehát azokat a műveket vegye meg, ami megérinti, ami közel áll hozzá, ne a fülére hallgasson, hanem saját magára. És nekem a másik nagyon fontos ebből, hogy ahhoz, hogy egy nagyon magas szintű kvalitás alakulhasson ki, ahhoz egy gyűjteménynek legyen az a mottója, hogy a kevesebb több. De az olyan legyen, hogy minden darabja helyén legyen. És talán akkor ehhez még hozzá lehet tenni azt a gondolatot, hogy próbáljunk gyűjteményt építeni. Tehát attól, hogy sok képet vásárolunk, még ha történetesen azok jó képek is, akkor az még mindig csak egy jó képek halmaza lesz, és nem egy gyűjtemény. Ahhoz kell egy belső koherencia, ami valószínűleg nem alakul ki a kezdetektől fogva, hanem később szelektálni kell, és meg kell válni művektől, és újakat kell megvenni, de a gyűjtemény az az igazi boldogság, nem csak néhány jó kép birtoklása, ugye? Az az alkotás maga a gyűjtő számára, hogy létrehozza a gyűjteményt. Az is művészet, igen. Én nagyon szépen köszönöm nektek a közreműködést, köszönöm önöknek a tényleg 3 órán keresztüli maximális elismerésre méltó kitartást. Szép estét és további sok örömet a műkincsekben, akár csak nézőként galériákban, múzeumokban, akár a saját házuk, lakásuk falain. Köszönöm szépen.